Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt a csatornán. Hogyha egy kicsit zavart lennénk, vagy nem tudnám teljesen, hogy ki vagyok, akkor az azért van, mert még nem érzem át teljesen ennek az új helyszínnek a szellemét, és meg kell még szoknom mindenképpen, illetve azért is van, hogy ilyen csupasz vagyok, teljesen no smink, meg minden próbáltam a lehető legkevesebb dolgot magamra tenni, mert borzasztó meleg van, és még a lámpa is világít, úgyhogy igen, sok a zavaró tényező jelenleg, de azért igyekszem összeszedni a gondolataimat, ugyanis a mai videó Londonról fog szólni. Ugye csináltam múltkor, jó pár hete New Yorkról is egy videót, hogy mennyibe kerül tulajdonképpen egy New Yorki utazás, de ott sem konkrétan a pontos összegre akartam rámenni, mert azt egy kommentben is le tudom írni, hogy ennyi az alapár legalább nagyjából, hanem inkább ilyen szervezési tanácsokat, tippeket, illetve ilyen alap tudnivalókat. És számomra is egy nagyon kedves téma ez az utazás, és főleg a szervezés részét is nagyon-nagyon imádom, úgyhogy most kiélhetem a hajlamaimat, és megosztatom veletek azokat az alap tudnivalókat, amiknek mi is birtokában voltunk akkor, amikor Londonba utaztunk, egy éve januárban, 17 januárjában voltunk mi egy hetet Londonban. Talán itt is kezdhetném azzal, hogy mennyi időre érdemes Londonba utazni. Ugye mi egy hetet voltunk, és egyébként ez bőven szükséges volt, viszont ezt az egy hetet nem csak Londonban töltöttük el, hanem kirándultunk, meg egy-egy napokat töltöttünk ugye a Harry Potter stúdióban is. Tehát szerintem egy hetet érdemes mindenképpen rászállni, de azért, hogyha az ár is szempont, akkor érdemes az alapján megválasztani az időintervallumot, hogy jön ki kedvezményesen a repülőjegy, és annak függvényében eldönteni, hogy hány napot töltsünk ott, és hogyan szervezzük a programokat. Ha már említettem a repülőjegyeket, mindenképpen érdemes ezzel kezdenünk, mivel ugye ennek az ára a legingadozóbb, és jó előre ezt eldönteni, és akkor utána ahhoz szervezni a többit. Határozottan a repülés a legkedvezőbb utazási mód Londonba. Mi Ryanair-rel repültünk, és egyébként most, hogy nézegettem, most is a Ryanair-nek vannak kedvezőbb árai, így legtöbbször, de biztosan van, hogy a Wizz Airnek is kijön mondjuk 13 ezer forintból, mert nekünk kijött oda-vissza 13 ezer forintból a repülőjegy ára. A következő dolog, amit én a repülőjegy lefoglalása után szinte egyből el szoktam intézni, most úgy beszélek, mintha már nem tudom, milyen nagy utazó lennék amúgy, nem, sajnos nem vagyok ez, na de a néhány alkalommal, amikor foglaltam a repülőjegyet, utána mindig azzal kezdtem, hogy a transfert megoldottam valahogy, utána néztem a lehetőségeknek, és kiválasztottam a legkedvezőbbet, időben is, árban is. Nos, és ez Londonban a vonat volt, ugye, ha Ryanair-re repültök, akkor a London Stansted, ha jól mondom, repülőtérre érkeztek, és tényleg 2 perc a séta a termináltól a vonatig, és előre meg tudjátok venni a jegyet online, és azt hiszem így akkor olcsóbb is, 14 font oda-vissza a vonat jegy ára, és azt hiszem variálható is, 4 óránként jár a vonat, és nem muszáj egy adott időpontra megvenni a jegyet, hanem csak megveszitek, és akkor nagyjából azt hiszem mindegy, hogy mikor váltjátok be, de mindenképpen érdemes utána nézni, a linket leteszem, de a lényeg, hogy előre meg tudjátok venni, 14 fontba kerül, 15 percenként megy, a menetidő 50 perc, és a Liverpool Street, tehát London közepébe, belvárosába bevisz 50 perc alatt a repülőtérről, úgyhogy ez egy nagyon kedvező megoldás. De egy másik lehetőség, amivel 2 fontot tudtok spórolni, viszont a menetidő az fél órával több lesz, az a busz megoldása, a távolsági busz. Nyilván több helyen megáll, úgyhogy itt több lesz a menetidő, de 2 fonttal olcsóbb. Ez is szintén a termináltól indul 2 perc onnan, úgyhogy lehet választani. Ami még ide az utazáshoz tartozik, és szintén jó letudni szerintem előre ezeket a járulékos dolgokat, és akkor a végén utána a programokra koncentrálni, legalábbis én mindig így szoktam. Tehát a következő az a tömegközlekedés. Nyilván ezt nagyon előre nem tudjuk elintézni, de mindenképpen érdemes utána nézni, illetve most, hogyha készültök és nézitek ezt a videót, akkor megosztom azt a néhány eszenciális információt, amit tudni érdemes London tömegközlekedéséről. Szintén több opció, alternatíva, kártya, mindenféle lehetőség létezik, de most főleg arról fogok beszélni, amit mi használtunk, mert nyilván arról tudok hitelesen mesélni nektek. Mi egy Oyster kártyát vásároltunk, aminek a letéti díja azt hiszem 5 font volt, de hogyha visszaadjátok a végén, azt visszakapjátok. Minden esetre ez egy mágneses kártya, és ugye ezzel tudtok bemenni
a metrón is, meg hogyha buszra szálltok, illetve ezt vonatra is tudjátok használni. Minden esetre erre az Oyster kártyára összeget tudtok feltölteni, ti tudjátok kiválasztani, hogy mennyit. Ha keveset, akkor később még lehet, hogyha elfogy róla, de érdemesebb többet, és a végén akkor vissza lehet kérni a fennmaradt összeget. És még ehhez, amit tudni kell, hogy ugye London tömegközlekedése zónákra van osztva, és minden egyes zónában más a díjszabás. Viszont, hogyha ezt a kártyát használjátok, akkor bármennyit is utaztok, bármilyen közlekedési eszközzel, minden zónánál azt hiszem van egy limit, aminél többet nem von le aznap. Tehát napi limitek vannak, és bármennyit is utaztok abban a zónában, csak annyit von le. Hát igen, egyébként ez nem túl olcsó, tehát a tömegközlekedést így megfinanszírozni szinte mondhatni annyiba kerül, mint a repülőjegy oda-vissza Londonba, úgyhogy igen, ez húzós. Azt hiszem, mi is körülbelül 10.000-12.000 forintnak megfelelő összeget költöttünk így összességében a tömegközlekedésre, úgyhogy nem is voltunk minden nap Londonban teljesen. De mi akkor tavaly ezt találtuk a legkedvezőbb megoldásnak, ahogy így kiszámolgattuk, de aztán lehet, hogy vannak más alternatívák is. De nyilván annak függvényében kell ezt kiválasztani, hogy mennyi napot vagy ott, előre átgondolni, hogy mennyit fogsz utazgatni, és úgy kiválasztani. És hogyha minden az utazással, közlekedéssel kapcsolatos dolgot letudtunk, akkor nem maradt más nyűg hátra, csak a szállás lefoglalása. Mi a londoni tartózkodásunk alatt is az Airbnb-s szállás megoldás mellett döntöttünk, és szintén egy olyan környéket néztünk ki, ahol kedvezőbb, sokkal kedvezőbb árak voltak. Mi ugye négyen voltunk akkor, és így jött ki fejenként 38.000 forintra a szállás 7 éjszakára, tehát ilyen 5.000-6.000 forint per fő per éj volt a szállás, ami szerintem Londonban nagyon jó. Ennél olcsóbbat tényleg nem találtunk. Nem volt annyira kétes környék, viszonylag jó volt a tömegközlekedés is, és egyébként tényleg nem volt annyira vészes, tehát évbőrrel ismét túléltük, ahogy New Yorkban is, de tényleg érdemes szerintem ezen spórolni. Mert egyébként így, hogy belevesszük a repülőjegyet, a transfert, a tömegközlekedést és a szállást, így jön ki az alapár körülbelül ilyen 60.000 forintra, 7 éjszakára, 8 napra egy ilyen londoni utazás, de ez tényleg a basic alap, és szinte minden a legkedvezőbb és legolcsóbb, és így is 60.000 forint, és akkor erre még rájön az étkezés, meg a különböző egyéni program lehetőségek, Harry Potter stúdió, aminek az ára szintén elég húzós, 39 font, vagyis 15.000 forintnak megfelelő összeg nagyjából, úgyhogy igen. Na de, hogyha mindezzel meg vagyunk, akkor mehet a programtervezés, szerintem tényleg a legjobb része az egésznek. Azért jó a spontaneitás is, én is szeretek spontán ide-oda mászkálni, sétálgatni a városban, de vannak bizonyos programok, amiket jó előre megtervezni, mert hogyha lefoglaljuk előre, akkor ingyenességhez juthatunk, és előnyökhöz, egyéb előnyökhöz, úgyhogy lássuk, mik ezek. Nos, az első ilyen ingyenes, félig meddig ingyenes dolog, amit mindenképpen meg szeretnék említeni, az az ingyenes túra, amin mi is részt vettünk, ami azt jelenti, hogy egy ott élő emberke az idegen vezetőnk, és vannak különböző túraútvonalak, amiket ki lehet választani, vannak meeting pointok, találkozási helyek, és onnan indul az egész. Mi is egy ilyenen részt vettünk, és egyrészt tök jó, mert angol gyakorlás volt, eredeti brit akcentust hallgatni egy csomó ideig. Jó, az egyetlen negatív tényező, hogy rettentő hideg volt, mert mi januárban mentünk. Na de tök jó volt, mert végigvitt a Királyi Palotán, tehát egy London belvárosát, magját mutatta meg, és csomó érdekes infót mondott, amit lehet, hogy nem tudnám meg, hogyha te csak ott egyedül bóklásznál, úgyhogy teszek ehhez is egy linket, érdemes ezeket a free túrokat nézegetni, hogy Londonban is. Egyébként nem csak Londonban, egy csomó ilyen nagyvárosban vannak ilyenek, úgyhogy ezeket mindenképpen csekkoljátok le. És azért mondtam, hogy félig meddig ingyenes, mert a végén van ilyen becsületkassa, ahol nyilván érdemes egy kicsit támogatni azt az idegen vezetőt, hogy így felvállalja ezt az egész dolgot, és megmutatja a várost, úgyhogy igazából ez ilyen becsületkasszás. És végül olyan helyeket szeretnék nektek ide a végére mondani, amik ingyenesek, és mindenképpen megéri szerintem őket megnézni. Mi is végigjártuk ezeket, és óriási élmény volt az összes. Az első ilyen kicsit feltételes lehetőség az a Sky Garden. Előre itt is lehet foglalni időpontot, és akkor nagyon kevés sorban állás, és tényleg
tényleg teljesen ingyenes az egész, hogy felmenjünk a nem tudom hányadik emeletre, de hihetetlen szép onnan fentről a kilátás, hogyha nincs köd, mint ugye akkor is, amikor mi voltunk, de nagyon szépen meg lehet csodálni magasról London egész városát, és ugye ez egész ilyen botanikus kertben van, tehát nagyon szép kis növények vannak, meg tök jó ott fent az egész hangulat, persze lehet inni, enni, jó pénzért, de ingyen fel lehet jutni, és lehet csodálni a tájat. Szóval a biztos helyért itt mindenképpen érdemes online foglalni. A következőkben főleg múzeumokat fogok mondani, többfélét, és nekem sem tetszett mind, de el fogom mondani, hogy melyikek tetszettek. Az első ilyen abszolút a British Múzeum volt, viszont ez óriási, és senki ne menjen oda azzal a tévképzettel, hogy egy nap alatt körbe fogja járni az egészet, mert lehetetlenség, de rengeteg csodaszép dolog van, ugye ott van a Rosetti kő, a leghíresebb szinte, ami ott van, illetve a múmiák, meg hát egy csomó más minden. Aztán a másik, ami egyébként kicsit jobban tetszett nekem, mint a British Múzeum, az a természettudományi múzeum volt, és azon belül is főleg az a részleg, ami ugye az emberi fejlődést mutatja be, engem ez a téma egyébként is borzasztóan érdekel, úgyhogy az hihetetlen jó volt. De van itt még dinoszauruszokról szóló részleg, az űrről, univerzumról szóló részleg, meg hát ugye az óceánról, csomó minden állatkákról, óriási a természettudományi múzeum is, és amúgy szintén ingyenes. Itt semmiféle előzetes regisztráció nem szükséges, úgyhogy akár több nap is be lehet oda nézegetni, minden nap más részleget, hogy ne legyen egyszerre olyan nagyon sok. Aztán ami nagyon közel van, azt hiszem, a természettudományi múzeumhoz, az a Victoria and Albert Múzeum, ami pedig ilyen design és lakberendezés és modernebb művészetek, ilyen design művészetek, építészet, valami ilyesmivel tudnám jellemezni ezt a múzeumot. Erre annyira határozottam nem emlékszem, itt is voltak szobrok, de itt ilyen sok ilyen stílussal kapcsolatos dolog is volt tényleg, mint lakberendezés vagy öltözködés, úgyhogy abszolút érdemes megnézni ezt is. Mi itt nem töltöttünk el annyira sok időt, ezért nem is emlékszem rá annyira, de ha már ott vagytok a Természettudományi Múzeumban, akkor mindenképpen érdemes átlesni oda is. És az utolsó, amit elmondok, de egyébként én nem ajánlok, akit nyilván érdekel ez a téma, az élvezni fogja, a Tate Múzeumot, ami ilyen abszolút modern művészetekről szól. Hát nem nagyon tudtam vele azonosulni, sajnos, úgyhogy ilyen fehér képek a falon, ennyi maradt meg, egy fehér vászon a falon, lehet valakinek ez is művészet, minden esetre kicsit idegbajt kaptam abban a múzeumban, úgyhogy, de ez is ingyenes, meg lehet nézni. Aztán, ha a Harry Potter stúdióra nem is szántok időt és pénzt, akkor a két helyszínt, a King's Cross pályaudvart és a Millennium hídat mindenképpen érdemes megnézni, mert hát nyilván ingyenesek. Ez a Millennium híd egyébként engem teljes mértékben lenyűgözött, tehát tényleg ott van a fejemben a hatodik rész, amikor a halálfelók ott jönnek és felszakad az egész híd és leesnek az emberek is azon a hídon sétálni, hihetetlen jó érzés volt. És hát a King's Crossról meg ne is beszéljünk, az alap. Ugye ott is van egy Harry Potter bolt, illetve ott is van egy ilyen kis szekér a falban, ahol lehet jó pénzért szintén fotózkodni, meg hát a boltban is jó pénzért sok mindent venni, de egy kis nosztalgiázásra, hangulathozásra mindenképpen érdemes beugrani oda és körülnézni azon a környéken is, mert egyébként nagyon szép épületek vannak, meg úgy az egész környék szerintem csodaszép. Na és két helyszín program ötlet maradt így a végére, az egyik a Tower Hill, amit szerintem mindenképpen érdemes megnézni. Nyilván itt még említhetném a Buckingham palotát, a Westminster apátságot, meg egy csomó ilyen klasszik, tipik dolgot, de engem a Tower Bridge az teljes mértékben lenyűgözött, úgyhogy azért gondoltam, hogy megemlítem. A másik ilyen pedig, mivel imádom a természetet, az állatokat, a fákat, a növényeket, ezért a Hyde Park is nyilván kihagyhatatlan London legnagyobb parkja, és ott futkosnak a kis mókusok, meg tök jó hangulat van, hogyha jó idő van, akkor ott kicsit piknikezni is lehet, szusszanni, pihenni, de egyébként télen is csodálatos, mert télen is vannak mókusok, meg egy csomó egyéb cuki állatka, úgyhogy a Hyde Parkot is mindenképpen nézitek meg, kihagyhatatlan. Szerintem sok embernek ez is egy ilyen álom úti cél, és tényleg mindenképpen egyszer érdemes oda is ellátogatni az életben.
már csak a Harry Potter stúdió miatt is. És egyébként, ha meg ti jártatok Londonban, mindenképpen osszátok meg velem ti is a tapasztalataitokat, élményeiteket, ajánlásaitokat a többieknek, és hogy úgy nektek nagyjából hogyan jött ki az ár, hogyha szeretnétek ilyesmi infókat is megosztani. De tényleg szerintem egy ilyen alap ár egy hétre Londonra 60 000 forint mindenképpen. Alsó hangon. Az szerintem egy nagyon kedvező. És köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, legyen csodaszép napotok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!